tesztelésre kaptuk ezt a gépet, ez egy robotfűnyíró, Bosch a gyártója, Indigo 400 Connect a neve, az Indigo csak egy fantázia név, 400 négyzetméter a maximális gyepterület, amivel megbirkózik, és a Connect egy különleges képessége, egy okos mobiltelefonról irányítható az egész gép. Először telepíteni fogjuk, és utána két hétig teszteljük, hogy hogy dolgozik. 18 voltos a készülék akkumulátora, és 19 cm szélesen nyír. Mobiltelefonnal irányítható, és egy appot kell letölteni hozzá. Ez itt a telepítőkészlet. Sok-sok nyelven a használati utasítás. Egy 125 méteres pulni. Hogyha a maximális 250 méteres kerületet szeretném, akkor ebből még egyet kell külön vásárolni. A trafó, amihez az áramfelüli oldalon 2 méteres kábel van, a töltőállomás felé egy 5 méteres kábel, teljesen vízálló, télbiztos. A sok-sok cövek, a vezetéket ugyanis 75 cm-enként cövekelni kell, egy ilyen kis műanyag cövekkel, és adtak hozzá, hogyha nem tudnám elképzelni a 75 cm-t, akkor egy ilyen mérőszalaggal sikerül beállítanom. A bázisállomást, azaz Indigónak a töltőkészülékét a lenyírandó gyep sarkában kell elhelyezni, mégpedig nem mindegy, hogy hogyan, lehetőleg a déli tűzőnap ne süsse. Ezek a töltő csatlakozók, hogyha én a fű közepén állok, akkor balra nézzenek, tehát ahogy most a kamerának néznek. Ezen kívül van még segédeszköz rajta, a Bosch feliratnak kívülről kell olvashatónak lenni, felém kell legyen ez a ház, az a járda felé vagy a ház felé a ház szimbólum, és a gyep közepe felé ez a fa szimbólum. A bázisállomásnak teljesen vízszintesen kell állnia, különben nem talál vissza a házába a töltőhelyre az Indigo. Az egyéb terület az lehet lejtős, 27%-os emelkedőig, lejtőig még tolerálja a készülék. A telepítésnél a vezetéket, ennél a nyílnál kell befűzni a kezdővezetéket, hátul kell rögzíteni, ki van jelölve, hogy melyik csatlakozóba kell bedugni, és ezután az óramutató járásával ellentétes irányban végig kell vezetnünk a teljes gyepterületünkön. Ez itt már a visszatérő vezeték, amely ugyanott csatlakozik. Ha szilárd burkolatú a mellette lévő járda és egy síkban van a gyeppel, akkor elég, hogyha a vezeték és a szegély között 5 cm van. Hogyha ez a járda magasabban lenne, vagy mélyebben a gyepnél, akkor 30 cm kell, és hogyha nem ilyen szilárd burkolatú, hanem kavics, vagy murva, vagy valamilyen laza anyag, akkor ott is 30 cm. Ennél nagyobb távolság csak egy kerti tó, vagy valami meredek szegély mellett szükséges, ott 75 cm az előírás. Hagyományos fűnyíróra mindenképpen szükségünk lesz, mert azt ajánlják, hogy a telepítés előtt, a vékony zöld vezetéknek a telepítése előtt nyírjuk le a gyepet legalább 4 cm mélységig, hogy közelebb legyen a talajhoz a vezeték. Később, hogyha Indigo dolgozik, akkor ahol 5 centire van a vezeték a szegélytől, hogy semmilyen segédeszközre nem lesz szükségünk, mert a dróton kívül is levágja Indigo. Ahol 30 cm-re voltunk, ott praktikus egy ilyen szegélynyíró, mert ott a 30-ból 15 cm nyíratlan marad, és mindig nekünk kell befejezni a szegélyt. A hagyományos fűnyíró pedig ott kell, ahol a tavat kerüljük, vagy valamilyen rézsűnek a szélén, és 75 cm-es szegélyt hagytunk, ott egy teljes fűnyíró szélességében magunknak kell mindig kiegészítenünk az Indigo munkáját. Indigo mindig az óramutató járásával ellentétes irányban dokkol, ezért a dokkoló előtt itt legalább másfél méter szabad területnek kell lennie, itt nálunk sokkal több van, és ebben az irányban is szüksége van 1 méterre. Mi ezt a körülöttem lévő 20 négyzetméteres fűkockát használtuk a telepítésre és a kéthetes tesztre, tehát mondom tovább a telepítést, óramutató járásával ellentétes irányban haladok a vezetékkel, direkt ide helyeztünk egy tereptárgyat, amit meg kell kerülnünk. Amikor ideérünk a vezetékkel, akkor most az óramutató járásával megegyező irányba megkerüljük a tereptárgyat. Itt a 30 cm az előírás, tehát 30 cm-re megy tőle a vezeték, és a visszatérő vezetéket viszont egész különlegesen kell vezetni, 0 cm távolságra, pontosan párhuzamosan az eredetivel,
vissza a kiindulási pontig. Nem szabad, hogy keresztezze egymást, és pontosan egymás mellett kell futnia a két vezetéknek. És megyünk tovább, és különböző fűkockákra, míg visszaérünk a bázis állomásra a vezetékkel. Indegónak egy 18 voltos, 2,5 amperórás akúja van, be van építve a gépbe, nem is férünk hozzá, és nem is igényel karbantartást. Ezzel az akúval, ha teljesen fel van töltve, akkor fél órán át dolgozik. A fél óra munkaideje alatt körülbelül 35 négyzetméter gyepterületet tud levágni. Utána visszamegy a dokkolóállomására, és 45 percig tölti magát. Némi gondolkodási és menetidővel együtt, tehát körülbelül másfél óra egy ciklusa a gépnek. Ha 100 négyzetméteres gyepterületünk van, ami egy átlagos magyarországi házi kertben nagyon gyakori, akkor 4,5 óra a teljes munkaideje. Ha kihasználjuk a teljes 400 négyzetmétert, ami a nevében is benne van, hogy 400 connect, akkor 14,5 óra a munkaideje. Hogyha ebből leszámítjuk az éjszakai órákat, amikor csendet akarunk, tehát még ezt a pici zajt sem viselnénk el a kertben, akkor praktikusan egész nap mennie kell Indegónak. De ezt ő magától is megszervezi, nagyon okos, a mobil applikációval naptárt készít, és beosztja a munkaidejét. Célszerű még a nagyon harmatos hajnali órákat kivenni a munkaidejéből, és így egész nap dolgozik, nem kell felügyelni, nem kell otthon lenni, nem kell utána nézni, hogy mit csinál. Ha a gyepterületünk nem összefüggő, azaz több különálló darabból áll, akkor valahogy át kell vezetni a vezetéket. Én itt a járdakövek közötti réseket javasolnám. Az viszont nagyon fontos, hogy két különböző vezeték 75 cm-nél közelebb nem lehet egymáshoz. Itt nem lenne probléma, mert legalább egy méterre lennének egymástól a vezetékek. 16 méterre távolodhat el az Indegó a vezetéktől, az a legnagyobb gyepterület közepe sem lehet 16 méternél távolabb a legszélső vezetéktől. Hetente egyszer érdemes megtakarítani Indegót, egy puha kendővel vagy egy puha szőrű kefével, és megnézni, hogy nincs-e itt valami beleakadva. Slag és magas nyomású mosó tilos, azaz vizet ne pumpáljunk bele Indegóba. A motor ezeket a nagy, erősen fogazott gumikerekeket hajtja, ezzel kapaszkodik és kiváló terepjáró. Az első görgők csak a talajszint kiegyenlítésére szolgálnak, hogy Indegó mindig viszintesen dolgozzon. A ki- és bekapcsolás gombját meglehetősen elrejtették, de enyhítő körülmény, hogy csak tavasszal egyszer kell bekapcsolni és ősszel ki. Emögött a dugó mögött egy USB csatlakozó van, adtak hozzá egy OTG kábelt is, itt évente egyszer a szoftver frissítést lehet elintézni. A kések egy pörgőtárcsán forognak, és ők maguk is forognak. Egy szezonban biztos, hogy nem kell őket újraélezni, ha csak nincsenek kövek a fűben. És a szezon végén meg lehet fordítani a kést, két csavarhúzó kell a cseréhez, és hogyha másik oldal is elkopott, akkor lehet a bostól utána rendelni. A gép vezérlése alapvetően egy mobiltelefonnal történik, de a hozzátartozó utasításokat ezen a képernyőn tudom kiválasztani egy menüből, és a mellette lévő vissza, előre, stb. Gombokkal tudom irányítani. A legfontosabb ez a nagy piros gomb, mindig hozzáférek, és egyetlen érintése megállítja a gépet. Ez a kevésbé jelentős, ez a fekete gomb. Ezzel lehet beállítani 30, 40, illetve 50 mm-re a nyírási magasságot vagy mélységet. És hogyha vissza akarok állni egy másik helyzetre, akkor ezt a másik fekete gombot nyomom meg, és újra kezdhetem a beállítást. Logikus kérdés lenne, hogy hol a fűgyűjtő kosár. De ennek a gépnek nem kell gyűjteni a füvet, mert olyan gyakran nyír, szinte naponta megy ugyanarra a területre, hogy a nyesedék az legfeljebb 3, maximum 5 mm hosszú, és ez a 3-5 mm-es szecska ez egyszerűen bezuhan a fű közé, elbomlik, komposztálódik, újra bekerül a tápanyag körforgásba. Tehát a füvet gyűjteni nem kell. Az engem is nagyon izgatott az elején, hogy honnan tudja, hogy mekkora a fűterület, hol vannak a határai, de később kiderült, hogy olyan okos, hogyha embernek képzelném, akkor azt mondanám, hogy mentális térképet képez. Azaz először körbe megy, anélkül, hogy pörögnének a kis késecskéi, feltérképezi a területet. Nekünk a mobiltelefonon meg is mutatja, hogy milyen alakú a terület, és utána egy nagyon okos szisztémában, a Bosch Logikatnak nevezi ezt a szisztémát, sávokban nyírja a gyepet. Minimális az átfedés, és nagyon racionális a munka beosztása. Más gépek, a konkurens termékek gyakran random módon, azaz össze-vissza próbálgatással mozognak. Ez körülbelül 30%-kal a logika miatt, a Logikat miatt 30%-kal gyorsabban lenyírja a területet. Ügyesen kikerülje a tárgyakat, a bazsalikomból leesett egy hajtás, azt is akadálynak vélte, és arra sem hajtott rá.
mindenféle egyéb váratlan tereptárgyat is megkerül, azokat kezelni nem tudja, nem veszi föl a térképbe a váratlan tereptárgyakat, de ezt a bazsalikomot a cseréppel mindenféle alakzatban be tudja rakni a saját térképébe. Most érzékelte a cserepet is, meg a mellette levő drótot is, megfordul és egy újabb sávon megy tovább. Arra is vigyázz, hogy a különböző napokon nem mindig ugyanazt a szisztémát kövesse, tehát keresztbe hosszában nyír, hogy nehogy mindig egy irányba legyenek a sávok. A súlya minimális, a 8 kg súlyával taposási kárt szinte egyáltalán nem okoz. Ha a szezon végén megvolt az utolsó fűnyírás, akkor kikapcsolom a gépet. Hogyha télre szeretném biztonságba helyezni a gépet, akkor az akkumulátor miatt jobb, hogyha az Indigót beviszem a lakásba. Jobb szereti a szobahőmérsékletet. A töltőállomása az maradhat, természetesen áramtalanítani kell. Tavasszal nincs más dolgom, kihozom a szobából, bekapcsolom és elindul a maga útján. Dolgozik az egész szezonban, a következő őszig.